Az idén nyáron is biztosítja Szerencs önkormányzata június 16-tól augusztus 31-ig a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek a napi egyszeri melegétkezést. A városban 542-en jogosultak-e kedvezményre, akik közül a korábbi évekhez hasonlóan a leghátrányosabb helyzetben lévő 150 fő kap naponta melegebédet. A központi költségvetésből gyermekenként naponta 370 forintot igényelhetett a város. Így a 150 fő 45 munkanapi nyári étkeztetése 2.497.500 forintba kerül, amely összegnek a felét a költségvetésből az önkormányzat fizeti. A napi egyszeri meleg ebédet a rászorulóknak az általános iskola bója épületében működő konyháról, valamint az Ondi óvodából és a Fecskési Idősek klubjából ételhordóban viszik el a jogosultak. Az étkeztetés megszervezéséről az Alapszolgáltatási Központ munkatársai gondoskodnak.